Én a mostani szakmai ifjúságot Masterless Generation-nek hívom, mert nekünk voltak mestereink, nekik nincsenek. És ráadásul még büszkék is rá. Ami a legnagyobb baj, mert még csak nem is tudja, hogy mit veszít. Makovec Imrétől meg lehetett tanulni bejönni, köszönni, és elmondani röviden mindazt, amiért valaki odament. Ezt ma legritkábban lehet tapasztalni. Köszöntelek téged, Istennek szent igéje, Istennek szent eredménye, Istennek szent rendelése, fényes világ. Ki a fényes világot megfényesítetted, édes, áldott napom, adj szerencsés mai napot, boldog munkálatot, értelmes eszet, okosságot és minden jóra menendőséget. Közismert, hogy némiképpen polihisztornak is mondhatod magad, építészként, fotóművészként és írásaid is, képalkotói teljesítmények. Ezeket a képességeket honnan hoztad magaddal? Miben inspirált a családod? Édesapám festőművész volt, a bátyám grafikus művész volt, az apósom ugyancsak festőművész volt, mi több, ők, mint kiderült később, ők évfolyamtársak is voltak, és a sógornőm festőművész volt, mind-mind inspirált, és inspirálhatott volna arra, hogy magam is a képzőművészetet válasszam. Tehát annyi reális rálátásomnak és kritikámnak, vagy önkritikámnak lenni kellett, hogy mondjuk én a bátyámat, aki úgy született, hogy tudott rajzolni, az életben nem érhetem utol rajzban. Nekem, nekünk, sokaknak a szakma tanulása, elsajátítása közben meg kellett tanulnunk rajzolni. Drága apám szívügyének tartotta, hogy az ábrázoló geometriát azt betéve tudja az ember. Voltak konfliktusaim is ebből, de ma már ennek sok jelentősége nincs. Azt elmondhatom, hogy a térlátásommal nincs baj. Azt az illatot sohasem lehet elfelejteni. A frissen tört kukorica szagát. Kármán ékszekere, a fogat, a manci, meg a bandi. Ott kucorgok Elek bácsi meg Rózsi néni között a megrakott szekér tetején, arcomat félig a kukoricába furva. A kukorica bajusza csiklandoz, de kibánja. Szívom magamba azt az elfelejthetetlen, semmihez sem mérhető, kicsit fanyar, pompás illatot. Lehetnék persze megszeppent is a készülődő vihartól. Pici szorongásom is inkább kíváncsiság. Mi lesz? De nem. Ez nekem maga a megrendíthetetlen biztonság. Azt érzem ott, hogy nekem akkor mindenből csak a jó jutott. Félszemmel az eget lesem, messziről már villámlik, a horizonttól kezdve egyre feketébb. A szél megint a Mátra felől fúj, a lovak szaporázzák, jövünk haza Borsóhalmáról. Mire a Sármány utcába érünk, az első nagy cseppek is megjönnek. Érdekes, hogy az első szemek mindig nagyobbak, mint azután. Buksi, a színehagyott öreg puli már régen jelezte az otthon maradtaknak jöttünket, a kaputárba. A porta nagy, jóval mélyebb, mint széles. De az utca is széles. A lovak akár futva is rá tudnának fordulni a kitárt kapura. Persze ilyet Elek bácsi sohasem engedne meg. A méltóság is az élet része. Az egyik legfontosabb. Ami felügyeli az időt is, meg a tetteket. Megérkezünk, elsők a lovak. Mire valahogy lekászálódom a szekérről, a lovak már az istálló felé tartanak.
Történt mindez a Sármány utca és a Gergely utca sarkán, Kármánéknál, ahonnan aztán hazamentem a szemközti házba. Voltam úgy szűken 6 éves. Jászberényi gimnáziumból bekerültél az építészkarra, ezt választottad. Ott volt-e valamilyen olyan tanárod, vagy olyan esemény, amely téged egy ilyen életre ellátott szellemi munícióval, vagy esetleg orientációt adott? Az egyetem előtt bennünket elvittek egy évre katonának, 11 hónapra katonának. Amit én elég nehezen vettem, mert mondjuk az első 3 hónap alatt kiderült minden, amiért mi ott lehetünk. Az összes többi az szinte fölösleges unatkozó idő volt, de hogy ebből még repetát is kapjak az egyetem végén, na ezt nagyon nem viselhettem volna. Így aztán, Isten nyugosztalja, megkértem Ottmár Bélát, hogy ha lehet, segítsen, hogy ne vigyenek már el katonának, mert nagyon akartak. És aztán így kerültem én az épszek tanszékre. Egy évig voltam ott, és amikor azt mondták, hogy hát akkor most menjek be gyakorlatra, akkor teljesen kiborultam ettől, mert nem értettem, hogy hát könyörgöm, egy évvel korábban végeztem, én nem tudok annyit. Nem vállaltad a tanárságot, de vállaltad aztán a tervezést a szöbtervben. Makovec Imrét is ott ismertem meg, akivel a kapcsolatom az egy abszolút fontos és következetes elhatározás volt. Amikor Imrének megjelentek a Magyar Építőművészet folyóiratban, a Gárdonyi cápa, és a másik az a Szekszárdi siócsárda, akkor nagyon, nagyon nagy levegőt kellett venni, és azt mondtam, hogy ezzel az emberrel találkozni kell, mert az egészen bizonyos, hogy itt nem arról van szó, hogy van egy jókezű valaki, aki csupa érdekeseket rajzol, hanem emögött egész másnak, egy gondolatiságnak is lenni kell. Tenkács Márta volt az, aki keresztül a 3 éves, hosszú hajú fiatalember megismertem, akinek akkori szellemi utánozható mestere Lőrinci volt, a fotós, aki a Kerouac féle amerikai hangulatot gondozta maga körül, a nagyméretű napszemüveg, a szelíd motorosok világa volt ez, Zabriskie Pointnak a hangulata, Antonioni, és az a terv, amit a 3. éves Sáros magától kiízzat, tulajdonképpen egy életre elkötelezte őt egy bizonyos irányba, érthetetlen oknak fogva, és ez egy csillagvizsgálónak a terve volt, amelyet aztán diplomamunkaként készített el. Egy meghatározott hangvétel jelentett meg, egy sajátos köztes világ, amelyik elegánsan volt képes undorodni attól a high-tech-től és attól az eszetlen áruház világtól, amely akkor még csak kezdeményeit mutatta Nyugat-Európában is. Elmúlt tehát egy negyed század, sok minden történt körülöttünk, Sárosban azonban egy álló idő egzisztál a mai napig is. Vasutas váltókezelői hihetetlen
minóciózus, gusztustalan erőszakossággal ragaszkodik az utolsó részletrajz megrajzolásához is. Egy olyan családi ház tervezése során, ahol talán a rezsire futja a tervezési díj, nem által az utolsó kilincsig megrajzolni mindent és kifizetni mindenkit, aki ebben a munkában részt vett, anakronisztikus figura. Beletartozik tehát Bradbury-nek abban a néhány emberébe, akik behúzódnak az erdőbe, amikor válságba kerül a világ, és az egyik a Máté evangéliumot tudja kívülről, a másik a Lukács, a harmadik János. A kiállítás az mint öreged, szívbe az életed és a pályafutásod összefonódik Makovecz Imrével, hiszen még a műtermed is abban a házban van, amelyben az ő lakása, és ő volt tulajdonképpen a mestered, és te voltál Gerle Jánossal az első tanítványok. Az Imre javasolta, hogy akkor tájt végeztünk, hogy akkor menjek a szöfterbe hozzá dolgozni. És már akkor is hosszú hajam volt, és a szöfter főmérnöke ezt kifogásolta. Minek utána láttam, hogy ott sok keresni való már nincs. Hát azt találtam mondani, hogy azt hittem, hogy a képességeimre kíváncsiak, és hát az ajtót nem finoman becsukva távoztam. Pár hónap múlva üzentek, hogy most már jó leszek így is. Természetesen voltak elég komoly és szigorú előírások, és hát tényleg tervgyár rendszerben dolgoztunk. Most ebből valahogy kiszakadni az Imre példáin és nyomdokain lehetett. És bele dolgozva te is mást csináltál, de nem ugyanazt, amit az Imre. Rád legkevésbé lehet talán azt mondani, hogy epigon lennél a organikus iskolán belül, hiszen nem követted a mesterednek az antropomorf építészetét, a transzcendens tereit sem, és az anyaghasználatod is más. Hihetetlen egyszerű lett volna, ha már említetted, epigonként Makovecz épületeket rajzolni, és kikérni mindig a tanácsát, hogy ezt most hogy oldanád meg. Én ezt egy kicsit szégyenlettem volna, és ezért saját magam próbáltam egy másféle nyelvet kitalálni, formanyelvet. A helyzet az, hogy ez volt az, ami egyébként megtanított arra, hogy az organikus építészet az nem stílus kérdése. Ebben a műteremben rengeteg családi házat terveztél, én összeadtam a megépült épületeidnek a harmada, vagy több mint harmada, kb. 30 családi házat találunk köztük, és a meg nem épült munkák között is legalább 20-at. A családi ház azért rettenetes nagy feladat, mert voltak éppen mindenről szól. És hogyha olybá veszem, akkor igen, na, az organikusság ott jelenik meg, mert az tényleg az életről szól. Nálam egy ilyen tervezés az ismerkedéssel kezdődik. Hogyha én nem tudok tényleg megint mondom, a magyar nyelv fantasztikus, a megbízómnak, ami egy bizalmi helyzet, ha nem tudom a megbízómat megismerni, akkor egészen biztos, hogy az eredmény is kudarc kell legyen. Hogyha végig gondolom, akkor a legtöbb esetben van, hogy a harmadik, negyedik alkalommal beszélünk először házról, mármint találkozásunk során, mert én őt
szeretném megismerni. Nagy család vagyunk, öt gyerekkel, kéne nagy konyha, nagy étkező, de ez valahogy nem fért bele a házba, és Laci mondta, semmi gond, legószerűen épült a dolog, 9 osztatú tér, hozzáteszünk még 2-t, pont 9, és az egyik blokkban lesz a konyhátok, másik pedig egy szerettem volna egy szép nagy dolgozószobát, és akkor a másik lett egy dolgozószoba. Akkor mondta Laci, hogy kijelölte, hogy hát mekkora telket kéne, mert hál' Istennek üres volt a szomszéd telek, mennyit kéne megvenni belőle, és akkor bővítettük meg a projektet, hogy csináljunk egy olyan házat, ahol a szüleinknek legyen egy kis lakás, és a kettőt meg lazán összekötjük egy pici kerekesszékkel is járható hidacskával is, és gyakorlatilag így kialakult ez a kisház, nagyház, két egymás melletti telken, és hát Laci különleges érzékenységével mindig tudta irányítani, hogy hol van az a határ, hogy jó legyen, elég legyen, de a maximalizmus mindenhol megjelent a közös igényterünkbe. Laci irodája volt az én utolsó állomáshelyem a vándoriskolában. Volt egy-két ilyen feldolgozói munka, ahol tényleg arról szólt, hogy akkor meg kell tapasztalni, hogy milyen dolgozni Sáros László mellett. Majd egyszer csak behívott magához, és akkor elmondta, hogy van ez a telki családi ház, ahol egy belső építészetet kéne csinálni, és nekem kéne ennek az egésznek a gazdájának lenni. És egy kicsit később ismertem meg én is Péter. Amikor már tulajdonképpen az első vázlatokat be kellett mutatni, amikor ott is kiderült, ami tulajdonképpen az egésznek a lényege volt, hogy a feleségének és Péternek is tetszik ez az irányvonal, akkor kezdett el igazán izgalmassá válni ez az egész. Az nagyon fontos, hogy akinek tervezek, az szeresse azt. Értse azt, hogy az miért olyan. Mi több, ha ez működik, akkor a legtöbb esetben a tulajdonos másoknak is megmagyarázza, hogy ez miért ilyen, és ő miért tartja jónak. Na ez már egyfajta siker. Ezért is van az, hogy én legalább annyi időt fordítok egy ilyen ház tervezésére időben, mert mindezt nem lehet egyszerre valakinek a nyakába zúdítani. Tehát ezt érlelni kell, nem bennem, benne. 9. éve készül a nagy mű, ennek meg lesz az eredménye. Talán ez a biztos hatás, hogy igen, ez egy erős ház, egy erős vár. Ugye néhányan mondták várnak is, tehát építitek a váratokat, igen. Tehát ez nevezhetjük várnak, de a vár az erős, véd, biztonságot ad. Ez a ház, noha tényleg vannak olyan, tehát nagy felületei vannak, nagy homogén felületei vannak, és viszonylag kicsi ablakai vannak, ennyiből lehet, hogy várszerű, de ugyanakkor szerintem nem egy barátságtalan épület. És legalábbis nekem ez mindig nagyon tetszik az utca oldalról. Az utcán elhaladóknak is van mondani valója, van olyan része, mintha ezt nektek csináltam volna, ott vannak azok az esővízgyűjtők, azok, mint hogy minden szépen megvan, ki van találva, az ablakok, az ajtóföld elhelyezett előtető, az a zöld előtető acélszerkezet. Ezek szerintem abszolút oldják a erőszerűséget, és én emiatt nem tudok rá ilyen egyetemen erőtként tekinteni. Hosszabb idő után döbbentem rá arra, hogy nagyon sok házam valójában a 9 osztatú tér szervezésével készül, vagy jön létre. Aztán arra is rájöttem, hogy hát jó, persze, mert hát ez a leg,
tisztább szerkesztési elv. Szóval egy pravoszláv templom nem azért olyan. És nem csak azért feleltethető meg a lakásnak vagy a villának, mert van egy középső nagy tere, amely képes megszervezni maga köré a többi. De természetesen. Tehát ennyiben a lakás hasonlít egy templomhoz tulajdonképpen. A templom hajónak megfelel a nappali. Van egy számomra különösen kedves 4 lakrészből álló nyaraló, amit Szántódra terveztem. Voltak éppen az építetők közül 2 embert ismertem. A többieket nem, mert ezt értékesítésre készítették. Tehát olyan, mint egy társas ház, ahol még az elején nem tudjuk, hogy ki fog benne lakni. De ebben az esetben jön be az a, majd hogy nem azt mondom, ökölszabály, hogy akkor az ember megpróbál saját magának tervezni. Ha nem ismerem, hogy kié lesz, mert valljuk be azért, mi mindig magunknak építünk, vagy magunknak is. Nekem nagyon kevés barátom volt. Szám szerint 3. Ezek közül 2 már nem él. Közéjük tartozik Lőrinci György is. Amikor a New York készült, abban a megtiszteltetésben részesültem, hogy Lőrinci Gyuri meghívott Sameszának. Tudnélik, aki ismeri a könyvet, tudja, hogy ez egy szolarizációs technikával készült képsor. Na ezt 4 nap, 3 éjjel csináltuk, majdnem egyfolytában, hát ilyen 1-2 órás alvással. De hát a vége valójában tényleg ez, hogy összeállt a könyv. Lőrinci Gyuri elég korán úgy döntött, hogy itt hagyja Magyarországot, és aztán a végén New Yorkba tették át székhelyüket, és aztán amikor legelőször hazajöhetett, vagy jöhettek, azt követően visszautazásukat tekintve nagyon rövid időn belül megtudta, hogy halálos beteg. Nem kell kerülgetni, agytumorja volt. És hát természetesen az időben valakit meglátogatni csak meghívó levéllel lehetett. Ő ezt megírta, elküldte. Elég lassan haladt az ügyintézés ezzel kapcsolatban. Summa summarum a JFK-n tudtam meg, leszállásunkkor, hogy 2 nappal korábban meghalt. Ezt követően elég sok mindent igyekeztünk itthon tenni azért, hogy az emléke újra előjöjjön, tehát kiállításokat, kiadványokat szerveztünk. Majd ezt követően felesége, illetve barátjuk meghívott bennünket újra Amerikába, és akkor megkérdezték, hogy hová szeretnénk menni. Én meg rávágtam, hogy a kor
ismert építésze, az olasz származású Paolo Soleri Arcosantiába, ami közel van a kanyonok világához. És aztán, amikor Phoenixben leszálltunk, akkor béreltünk egy autót, és azzal mentünk a Arcosantiba, és utána a kanyonokhoz. És már nagyon-nagyon untam, mert borzasztó fáradt voltam. És állandóan nyűgösködtem, hogy mikor érünk már oda. Mondták, hogy már nem sokára. Mondom, ne hülyéskedjetek már, hát ez ilyen glatt sík az egész vidék. Hát hogy, hol van itt kanyar? Mert az ember a völgyet azt a heggyel köti össze. És aztán megérkeztünk, így a perem szélére. És az elfelejthetetlen. Szóval egy világ, ami lefelé munkál. Minden. Körülbelül 8 napot volt, mint hetet, és utána mentünk vissza New Yorkba. Ott is készítettem képeket. Meghalt barátom teljes kelléktára, az arzenál ott volt. Számomra ezeket használhattam. És aztán hazajöttünk. Ez összesen 1600 még filmre készült felvétel volt. Én az időben minden filmet gyorsan előhívattam, és csináltattam róla csíkmásolatot. Aztán egy év múlva elővettem, és elkezdtem szelektálni. És aztán az alapján lenagyítottam belőle 600 képet. A két területen készült képekből nem volt én nekem szándékom semmiféle összehasonlítást tenni, de egyszer csak a dolog beállt, mert két elképesztően hasonló dolog jelent meg. Szándékom szerint ez a könyv egy állítás. Nem kevesebbet állítok, mint azt, hogy mindaz, ami New Yorkban felépült, az megtalálható, mert ott van, Arizona meg Utah, Colorado és New Mexico kenyonjaiban. Megdöbbentő tükörkép volt azonban, nem csak ebben mutatkozik meg. A szavaknak is jelentősége van. A felépültben a magasság sejthető, érezhető, tudható. A gyakorta elképesztő formai hasonlatosságon túl a völgyvilág, a kenyon azonban lefelé él. Csak hatása munkál felfelé. A legjobb szó, amit találtam erre, az antivilág. Annak nem tagadó, avagy pejoratív értelmében. A horizont itt is sík, mint általában mindenütt. De minden mozdulás, minden történés, minden alakzat lefelé való. Pedig van itt is tér és utca és fal, s ha már itt tartunk, graffiti és torony és jel és szobor. De miként New Yorkban, az ég itt is a létezés alapjele, vagyis itt még inkább. A Canyon de Chelly utca struktúrája tökéletes előképe a megalomán metropolisznak, úgy mellesleg a nagyváros archetípusának, ami formákban ragyog a fényben. A modern építészet történet a mi időnkben Le Corbusier-vel meg is állt. Holott tőle, illetve utána, hát annyi, de annyi minden történt. Viszont erre azt mondták, hogy hát igen, az még nem visszaigazolt következésképpen, nem lehessen tudni azt. Úgyhogy azzal most ne foglalkozzunk. Imre pont ezen való felháborodásában is gondolta azt, hogy elindít egy magán mesteriskolát. Úgy működött, hogy ki szabadon választhatott vagy egy nevet, vagy egy iskolát, vagy egy mozgalmat, és azon végig menve, ezt tanulmányozva, a végén tartott egy referendumot az összes többinek. Ebből a iskolából, ebből a műhelyből aztán később Kóskárő Egyesülés lett, majd Vándoriskola, amelyben te mester voltál.
és ebben a műteremben, ami úgy tudom 30 valahány éves, elég sok vándor megfordult és tanítványodként távozott. Valóban 37 vándorom volt, ami egy elképesztő szám. Tehát nem arról van szó, hogy 37 hallgatója van az embernek mondjuk egy osztályban, és ott néha órákat ad, hanem itt egy-egy vándort minimum fél éves itt dolgozás alatt kell tudnunk formálni. Hála Istennek a 37-ből talán három volt, akit kénytelen voltam megtagadni. Ez egy magánmesteriskola, egy klasszikus CH-es rendszerben működik, vagyis felvételt nyer a mesterek tanácsa előtt egy pályázat útján, egy tervezési feladat, portfólió és egy személyes védés alapján. Felvételt nyer egy zöldfülű, frissen végzett egyetemista vagy főiskolás. És nagyon furcsa helyzet egyébként. Nekem az is egy nagyon tényleg szépre sikerült a felvételim, mert Makovec Imre ott ült a sarokba, és nem szólalt meg egész végig. Viszont nekem szegezett egy olyan kérdést, ami nagyon egyszerű volt, hogy szerintem mi a szerves építészet. Na most hát azért jöttem oda, hogy megtudjam, így is lehetne válaszolni egy ilyen kérdésre, de nem volt időm gondolkozni, hogy ezt a kérdést tényleg megválaszoljam, mert Makovec Imre egyből adott egy választ rá. Elkezdett fütyülni egy ilyen osztrák katonai indulót, és hangosan dobogott hozzá. Majd abba hagyta, várt egy picit, és nagyon szépen elfütyült egy magyar népdalt. És annyit mondott, hogy a második a magyar szerves építészet. Fél évet. Szoktam mondani, hogy eltölt, de az nem jó szóra, hanem végig dolgozik, tanul és küzd valaki, mert nem, az nem elég, hogy valaki eltölt fél évet valahol. Nagyon sokat tanulhat. És az egészben persze az a fontos, hogy ez a tanulás mégiscsak rá van bízva. Persze vannak bizonyos kötelező penzumok, amiket meg kell ugrani, de azért a tanulás zömében saját magára van bízva. Miközben egy-egy mester ott áll mellette. És hát ugye a vándorlásnak van egy olyan szépsége, hogy a hat vagy öt vándorhely nagyon különböző. És a mesterektől mindent, azt, hogy kezelik a megbízót, az építészethez hogy állnak hozzá, hogy kezdenek el egy munkát, hogy tartják fenn az irodát, hogy szerződnek. Ezeket nagyon töményen megkapja egy frissen végzett vándor. Szerintem ezt másképpen nagyon nehéz a saját bőrén megtapasztalva friss céggel ezeket a tapasztalatokat begyűjteni. A vége ennek az iskolának az, hogy fel kell mutatni egy önálló produktumot. Hát az önálló alatt azt kell érteni, hogy nyilván a mester segítségével. A száraz megfogalmazás az tulajdonképpen úgy hangzik, hogy egy önállóan tervezett, önállóan végigrajzolt, kitalált, leművezetett és felépült ház, amit a mesterek a diploma védéskor elfogadnak mestermunkának. Ha ezt elfogadják, akkor megkapja a mesterlevelet, és onnantól kezdve tulajdonképpen mesteré válik, de természetesen ez még nem azt jelenti, hogy akkor onnantól kezdve automatikusan ő is egy olyan mester lesz, aki fogadja a vándorokat. Magamról hallottam olyan véleményeket, hogy iszonyatosan szigorú vagyok. Lehet, de magamhoz is. Feje színarany, hajfürtjei hullámosak, holló feketék. Szeme, mint a galambé a patakvíz partján.
tejben fürdik, a dúc szélén ülve. Álcsontja fűszerágyás, messze tekintő tornyoké. Ajka lilium illatos mirhát áraszt. Keze aranyhenger topázba foglalva, belseje elefántcsontból való zafírral kirakva. Lába márványoszlop színarany talpakon, alakja, mint a Libanon hegység legszebb cédrusai. Ínye édesség, csupa gyönyörűség. Ő az én barátom, ő a kedvesem, Jeruzsálem leánya. Nem csak látni, de láttatni is kell tudni. Na most annak a legjobb eszköze a fotográfia maga, amiben tényleg meg tudom mutatni, ha meg tudom mutatni, hogy mit szeretnék láttatni. És mi az, amit esetleg abban a pillanatban, akkor és ott egyedül én láttam. Na, voltunk az asszonnyal olaszba. Hát azért az nem semmi, ami ott van. Az ide 100 év múlva se gyűn be, az tuti. Csodatakaros házak voltak ott. Azért ott van ízlés. Azóta gyötört azzal, hogy neki olyan ház kell, tudod, olyan mediterrán, vagy hogy is hiák. Hát mit lehetett tenni? Építettem neki egy ilyet, hogy örüljön. De persze azért nem volt ez az egész annyira egyszerű. Miért? Mert tudod, van a városnál az a főépítész. Az egy olyan minden lébe két kanál, ne tudd meg milyen. A végén el kellett menni a polimesihez, hogy tegyem át takarékra. Az egész nyomorult városban nem volt egyetlen egy valamire való tervező, aki kedvünkre elkészítette volna a rajzot, pedig mindent megmondtunk nekik. Ja, mert hogy többen is próbálkoztunk ám. Persze, de ezek vagy nem akarták érteni, vagy úgy hülyék, ahogy vannak. Pedig adtunk nekik rengeteg fényképet is, mert az én párom a végére annyira beindult ott olaszba, hogy összefényképezett mindent, amit csak látott, hogy legyen miről megmutatni majd, amit szeretne. Na és tudod, mi a vicc? Az, hogy a végén az rajzolta le a legjobban a házunkat, aki a legkevesebbet kérte. Na, néha lehet nekünk is szerencsénk. Igaz, előtte már én meg is terveztem neki tiszta arányosra, vagy léptékesre, vagy hogy mondják. Szóval a gyerek kockás füzetéből téptem egy lapot, azt arra. 2 kocka, 1 méter. Nem egy olyan nagy tudomány ez, és nem is használtam el csak 2 lapot. Szóval egy nagy rizsa ez az egész tervezés, nekem elhiheted. A családi villákon túlmenőleg nagyon sok középületet terveztél. Ezen belül templomokat, szállodákat, áruházakat. Melyek a legkedvesebbek ezek közül számodra? Hát kapásból kéne mondani, hogy a templom. Mert ez, ha tetszik, az építés számára a másik olyan csúcs, ami, mert én a lakásokat is ilyennek tartom, amiben elképesztő sok dolgot kell végig gondolni, és konzekvensen végigvinni. És ha lehet, elkerülni mindenféle formai trükköt. A helyzet az, hogy egyetlen templomom nem áll, illetve ha mondjuk egy temetői ravatalozót még annak lehet tekinteni, tehát temetők ápolnának, akkor igen, akkor szülővárosomban, Jászberényben sikerült egy ilyet építeni. Én nagyon-nagyon szerettem volna, mert megbízásom volt sokáig a leányfalui református templom. Móriczkert sarkába épült részére, de végül is nem készült el. Számodra mely általad tervezett középületek a legszerethetőbbek? Én szinte a legeslegelsők közül valónak tudom, és még csak nem is biztos, hogy középület, mert ez egy jó lehet addig nálunk nem létező formáció volt, az üdülő szövetkezet, de hát ez mégiscsak, ha tetszik, egyfajta szálloda, egy speciális szálloda, ami sikeredett Gyulán egy 15 épületből álló
telepet tervezni. Ez három ütemben épült, és miután, hát ez elég hosszan tartott ennek az építése, ezért tényleg olyan változtatásokat lehetett belevinni, ami már az első ütemnél mondjuk kiderült és kialakult, hogy azon egy kicsit majd változtatni kell. Ami számomra tényleg meglepő volt és döbbenetes, hogy és ilyen máshol még nem történt velem, hogy valami olyan elképesztő, gyönyörű kerti csoda jött létre. Voltak éppen egy gondnok kertész révén, hogy az egészből egy abszolút zöld építészet jött ki. Annak idén Csete Gyuri mondta, hogy az építész egyik barátja a borostyán, vagy a repkény. Mert azzal nagyon jól helyre lehet tenni házakat. Én nem gondoltam úgy, hogy ezeket a házakat helyre kell tenni, de azt láttam, hogy valami elképesztő formáció, egy új dolog jött létre. Soha sehol előtte és azóta sem. Rég volt gyerekkorom máig misztikus emléke a zsinagóga Jászberényben. A gyerek méret számára szinte áthatolhatatlan kert, már-már dzsungelszerű túlburjányzott növényzete, orgonabokraival, szamárkóróival és ecetfáival, ma már tudom, nem volt egyéb, mint egy magára maradt vegetáció pusztulás előtti féktelen burjánzása. Apropó ecetfa, a szegénység fája, a bérházi udvarok fája, a megmaradni akarás fája, az igénytelenség fája, aminek mindig volt, és máig is maradt nekem egyfajta egzotikus stihje. Mint annak az építészetnek, amit most már persze tudok hová sorolni, ami ott állt mögötte. Különös, meseszerű, izgató, de meg kicsit mindig taszító, titokzatos magányával. Tornyaival és koronás toronysisakjaival, nyílás mélyedéseit szaggatott vonalszerűen keretező díszeivel, a sárgás téglából rakott fogazott párkányaival. Talán azt is mondhatom, hogy ez volt az az első találkozásom, avagy elemi élményem az építészettel, ahol és amikor az építészet volt a legfontosabb. Különös módon él az idő az emberben. Van, hogy szinte megáll, máskor meg, mint a gyors vonat. Az a nap, bár dátumszerűen már nyilván nem mondom meg, hogy mikor volt, amikor rádöbbentem, bontják a zsinagógát, nos, az is az álló idő egyik stációjává lett. Annak előtte soha nem éreztem, hogy egy ház lebontása olyan keservet, tühöt és haragot képes okozni, mint akkor tette. Először, és hát azóta annyiszor már. Az első az volt, hogy mint egy műtét előtt leborotválták a beavatkozás környékét. Ecetfátlanították az udvart. És jött a modernizálás. Az eredményt ismerjük, a dobozszerű lapos tetős eredményt. Ez volt a városi könyvtár Jászberényben. Nem tudom miért, de mert talán nagyon hittem benne, hogy egyszer ezt a sebet is gyógyíthatom, hála Istennek megadatott, hogy elkészíthettem a könyvtár rekonstrukciójának tervét. Munkámat igyekeztem valóban szó szerint végezni. Mert a funkcionális megfelelésen túl szerettem volna, persze csak karakterében, újra teremteni mindazt, amiről a fentiekben írtam. Megkésett kompliment ez gyerekkorom első, addig leggyönyörűbb épületének. Avagy egyfajta kései sirató. Mint egy utolsó gesztus. Amikor Makovec Imre elkezdte a főépítészkedést, akkor ő sokáig volt Pakson. Én többször elkísértem, elvittem őt oda, és aztán ott sikerült nekem is egy települést találni, na én ott gyakorlatoztam.
Aztán Vecsésen voltam főépítész, mert megkerestek. Nagyon sokáig az sem tartott, de azért egy ilyen 6-8 évig. Majd ezután kaptam felkérést szülővárosomból, Jászberényből. A főépítész, szoktam mondani, az a települése élő lelki ismeretekkel legyen szakmai szempontból. És ezt nagyon kevesen értik meg. Régen rossz, hogyha ezt valaki hatalommal társítja. Azon kívül pedig igen, én is abba a felekezetbe tartozom, akik azt mondják, hogy a főépítésznek nem csak megmondania kell, hogy mi a jó, hanem megmutatnia is kell, hogy mi a jó. Magyarul a főépítész tervezhessen saját településére. Te terveztél is Jászberényben? Igen, természetesen. Családi ház is volt, és volt társasház is. Mert meg kell mutatni, hogy nem csak elmondani, hogy milyen a jó épület. És azt hiszem, hogy ezekbe az épületekbe, ha tetszik, a legmélyebben és a legőszintébben mentem bele. Vannak dolgok, amiket csak egy idősebb építésztől tudhat meg az ember. És hogyha ezt jó időben kapja meg, akkor az nyomot hagy. Laci úgy is nyúl a épületekhez, hogy mindenre van valami válasza, valami kis megoldása. És olyan dolgokra, amiktől én például rettegtem. Mit csináljunk egy ereszt csatornával? Mit csináljuk olyan dolgokkal, amikre azt gondolja az ember, hogy ez tényleg csak a nyűgnek van a házon. Kéménye minek van, mert szóval kell valamit kezdeni, a vizet valahogy le kell vezetni. Ezektől én mindig rettegtem. És akkor elkezdtem úgy gondolkozni, hogy fogjuk meg akkor, nyilván egy magasabb összefüggés után, ha az már megvan, bárra menjünk neki ezeknek a dolgoknak, hogyha félünk az, hogy mi lesz az esővízlevezetéssel, akkor azzal kezdjünk el úgy foglalkozni, hogy azon tényleg keményen dolgozni, és ne csak úgy, hogy hát itt most leviszem az esővizet, hanem legyen része a háznak. A nagyon átgondolt és nagyon kidolgozott terv végén az egyik megbízó változtatást javasolt, és a Laci elfogadta. Én ezt nagyon nem értettem, hiszen egyértelműen az átgondoltságban egy rés keletkezett, és nagyon egyszerűen tudta Laci mondani a végén, hogy a megbízót engedni kell nyomot hagyni, mert különben nem fogja a sajátjának érezni. És annak árán is, hogyha ront, ha a tervem. Ez számomra azért volt döbbenetes, mert nem volt jelentős változtatás. Nagyon blőd volt az indok, amiért kérte a megbízó, de ezt a Laci értette, és eszébe nem jutott visszautasítani. Ezt nagyon megjegyeztem, és utána később nagyon sokszor gondoltam rá, amikor hasonló szituációba kerültem. Van ilyen. Ez a folyamatosság, ami a nagy alapigazságtól a legutolsó kis csücsökig végigmegy, az nekem az egyik legfontosabb mozzanat ebbe, hogy még a beszellőző rácsoknak a kis részletei azok is, hogy meg vannak csinálva, hogy a vonalak stimmelnek, minden, ezeket nagyon szeretem. De hogy ezeknek neki szerintem nagyon sok bosszúságot okoznak, amikor ezek nem sikerülnek. Szerintem jót kell csinálni, és ugye ősi bölcsesség, hogy nem másolni kell a mestert, hanem mindarra figyelni, amire a mester is figyelt. A mesternek nem kell mindig megdorgálnia
a tanítványt. És a tanítványnak pedig nem kell megtagadnia a mestert. Meghaladni lehet, sőt, kell.